mindenható Urunk Jézus Krisztus mondta egykoron, hitem szerint ma is mondja kristálytisztán, ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, s megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Jöv el, Uram Jézus. Amen. Áldást, békességet kívánok mindenkinek, Isten hozta a testvéreket, és áldja meg Isten a képernyők előtt, kik otthon követik az alkalmat, de jó, hogy ennyien vagyunk. Dacára Covidnak ennyien itt lehetünk. Nem látszik a képernyőn keresztül, nem látszik igazán, de sokan vagyunk, Istennek hála érte. Kezdjük el adventi tiszteletünket, énekeljük Jézust hívogató énekünket, a 457. számú dicséretet. Helyünket foglaljuk el, testvérek! Megértük ezt, és eljött advent drága időszaka, az első vasárnap. Amint azt hirdettük is, meg kedves szokásunk is,
az urasztalát megterítettük. Jelzem, odafigyeltünk minden higiéniás szempontra, nagyon odafigyeltünk kenyér felvágásánál, amúgy is mindenféleképpen. Aki teheti, jó szívvel hívjuk az urasztalához, legyen bármely felekezett tagja, netán nem felekezett tagja, de szívesen jön. Jézus hívja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik fáradtak vagytok, terheitek vannak, titeket én megnyugtatlak, aki én hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Ki otthon nézik alkalmunkat online, úgy gondolják, vegyenek maguk elé egy kis kenyeret, ha van otthon egy kis korty bort, és majd együtt vegyünk ott vacsorát lélekben, itt és ott, ahol képpen látja, hallja alkalmunkat. Énekeljük advent himnuszát, 312. éneket valamennyi versével. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
ma is, és mindig is. Amen. Drága testvérek, Isten igéjét olvasom, vagy olvassuk együtt, közismert szakasz, Filippi levél 4. rész, 4. vers, Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek, az Úr közel, az Úr közel. Helyünket foglaljuk el. Engedtessék meg, hogy most is hadd mondjam őszinte, testvéri jó szívvel, kívánok mindenkinek boldog karácsonyi ünnepeket, és kívánok boldog új évet. Naptárt nem tévesztettem el, egy hónappal nem hajtottam előre, csak belegondolva abba, hogy egyházunk rendje szerint karácsonyi ünnepek első napja, advent első vasárnap. És ettől kezdve karácsonyt élünk. Legyen bár holnap munkanap, iskolai tanítás, akármi és bármi, karácsonyi ünnepek mai alkalommal megkezdődtek. Ezért többes szám, hogy ünnepeket kívánunk. Kívánunk mindenkinek áldott karácsonyi ünnepeket. S egyházunk rendje szerint, bár ezt nem igen szoktuk emlegetni, a mai nap egyházi új évnapja, a mai bujék nap ilyen értelemben. Kívánom mindenkinek Istentől jövő, áldott, békességes, sok baj közt is valahol megnyugvásos, reménykedő új esztendőt. Advent, adventus latin szó jelentése eljövetel. Jézus második eljövetelének időszaka. Az első keresztjének adventet boldogan élték meg. Több, mint boldogan, eufóriában élték meg mindezt, teljes felfokozott örömben. Jön vissza Jézus. Jaj, de jó! Reggel felébredt, reménységgel kezdte a napot, talán ma már visszajön, és itt lesz, és meglátom őt színről színre. Hasta lefeküdt aludni, azzal a tudattal feküdt le, hogy talán már reggelre, mire felébredek, már itt lesz Jézus. De jó lesz találkozni vele. Meglátni őt, érezni, tapasztalni határtalan szeretetét. Jaj, de jó! Napok így teltek. Egyik a másika után, minden nap nekik advent volt, minden nap advent. Jön vissza Jézus. Parúzia, idegen szó, jelzi a felfogozott Jézus várakozást, hogy ő, mint megígérte, jön vissza ide, ebbe a világba. És akkor ez a világ mindenség úgy, ahogy van, ennek munkája, ideje, időtartama, működése véget ér. És egy új kezdődik el, ami egészen más. A Bibliát komolyan vesszük, maihoz képest sokkalta, de sokkalta különb, áldott, boldog világ. Mondja az ige, amit ember szem nem látott, emberfül nem hallott, emberi szív meg sem gondolt, meg sem gondolhat, az Úr az övéjének azt készíti. Maihoz képest micsoda minőségi változás. Advent ezt jelentette az első gyülekezetnek. Bevallom, irigylem őket. Pedig akkor sem volt könnyű az élet, volt számtalan nehézség, ó de mennyi. Ó de mennyi. Római megszállás, adóterhek, szerte a világban keresztényekkel szemben averzió. Sok esetben, akinek boltocskája volt, konkurencia megölte az ő piacát, be kellett zárni a boltját, és mégis valami derűvel tudta életét élni. Örömteli advent. Majd telt az idő, századok jöttek és mentek, nem jött vissza Jézus,
és a várakozás valahol satnyulni kezdett. Az élőhit is ezzel együtt, az élőhit is gyengülni kezdett. Mert be kell látni, összefüggés van a kettő közt, hitem akkor lesz igazán élő ma is, ha tudom várni Jézust. Ha nekem fontos, hogy jön vissza Jézus. Jön vissza Jézus. Tudom jól, kedves, mosolyogtató gondolat, aki fiatal, még nem várja annyira. Szeretne élni egy kicsit még, férjhez menni, megnősülni, kicsit még tanulni, életet leélni. Idősebbek már szívesen mondják, bárcsak visszajönne. Egy biztos, jön vissza Jézus. Ez lenne az advent. Mai adventünk meglehetősen zavart. Nyugtalan advent, mondjuk meg őszintén. Olyan jó lenne nyugodtan, maszk nélkül Isten tiszteletre jönni. Nem kéne félni egymástól, hogy rám liheg. A családtagtól nem kéne félni, hogy rám liheg. Avagy én ő rá, hozok rá valami gyilkoskort. Nem kéne félni, de jó lenne. Sok nyugtalanító hír, 5. hullám Dél-Afrikából, ismeretlen, még nincs ellenszere, eddigi vakcinák hatnak-e rá, nem lehet tudni, mennyi és mennyi hír. Lengyel-Fehérorosz határon rengeteg ember összesúfolódott, nagyon fáznak, nyomorultul fáznak, éheznek ők is, hogyan és mint, milyen hírek, mik jönnek, igazságról, igazságtalanságról, egymást maró politikáról, döbbenetes. Nyugtalan advent a mai. Lesz holnapunk? Lesz karácsonyunk? Maszkos karácsony? Még az jobbik eset. Be lesz tiltva Isten tisztelet? Előfordulhat. Mai advent kicsit erről is beszél. És csendesen kiöli az örömet, az az örömet, amit az első keresztények megéltek. Hogy lesz? Mint lesz? Épp ezzel sok minden negatív hírt látva és azon gondolkodva, már nem kevesek úgy fogalmaznak, hogy hitük szerint közel van Jézus eljövetele. Közel van, hogy eljöjjön, és ezt a világmindenséget lezárja. Volt egy emberiség, annak történelme, irgalmatlan háborúk története, igazságtalanság, nyomorúság, baj, olyan idő, amikor, ha valahol béke volt, az nem volt érdekes. Nem történelemtétel az iskolákban, de ahol voltak háborúk, vérengző háborúk, az tétel. Arról van mit mondani. Ez a korszak lezárul. Jön vissza Jézus. Jön vissza Jézus. Hát nem úgy néz ki, mondhatnánk. Ő mondta, Jézus maga, mint a tolvaj éjjel visszajön. Mint Noé korában az emberek esznek, isznak, ültetnek, vetnek, aratnak, élik életüket, és ott van az özönvíz, ott van hirtelen. Ő is így jön el. Nem kisgyerekként Betlehembe, nem kisbabaként, dehogyis. Visszajön a világ megváltója, hogy megítéljen élőket és holtakat. Jön az áldott bíró, az örök szeretet fia, a szeretet fi, és ítél ember életek felett. Bárcsak jönne, de jó lenne vele karácsonyozni, akkor már itt lenne. Mondta valaki egyszer, fiatal ember, szimpatikusan, de jó lenne, ha eljönne. Együtt karácsonyozni Jézussal személyesen, kiemelt élményem lenne. Hogy jön-e Jézus, mostanában nem lehet tudni. Utolsó időket éljük, egyértelműen, az első karácsony óta. Az élő Isten szava, az emberiséghez utolsó szava, Jézus Krisztus. Nem lesz több szava. Volt egy ószövetség, egy új szövetség, nem lesz legújabb szövetség, nem lesz ilyen. Semmiképpen sem. Utolsó szó, Betlehem. A születés, Jézus maga, a testetöltés, az inkarnáció. Nincs több szó. Hogy ez az utolsó idő még 5000 év, 100 év, 500 év, Isten tudja, még Jézus se, csak a mennyei atya.
hogy meddig még. Jelek vannak. Mondja az ige, mikor a világban a bűn megsokasul, hát ezt éljük, világban a bűn megsokasodik, de nagyon. Egy másik üzenet, amikor a föld minden nyelve ismeri az evangéliumot, közel a vég, mondja Jézus. Ott tartunk. A világ minden nyelvjárása, minden dialektusa, a nyelve ismeri Jézust. Tud róla, hallja az evangéliumot. Közel a vég. Ha halljátok háborúk hírét, mondja Jézus, katasztrófák hírét, tudjátok meg, közel a vég. Mondhatna bárki, mindig is voltak háborúk, de milyenek? Voltak katasztrófák, félelmetesek, járványok, szörnyűek. Akkor miről van szó? Igen, csak ma halljuk a hírét. A történt Dél-Afrikában, itt a hír 5 percen belül Magyarországon. Nem kell több, mint 5 perc. És itt a hír, még annyi se talál. Halljátok hírét, közel a vég, avagy nem a vég van közel, Jézus jövetele van közel. Nem tudom. Nem tudom. Nem is tudhatom, nem is kell tudnom. Azt azonban csendesen merem hirdetni, hogy őt, az Urat semmiből ki ne hagyjuk, a Covidból sem. Semmiből ki nem hagyjuk. Hogy miért van, ő adta, ő engedi, mi a célja vele, keressem, kutassam az ő szavát. Ez az én dolgom. Uram, mi a te akaratod ezzel? Mi a te szándékod ezzel? Mutasd meg, kérlek, Uram, mutasd meg, mi a te szándékod ezzel? Őt ne hagyjam ki semmiből. Kérdezzem őt csendesen, csendességemben, napközben, este, bármikor. Uram, mi a te szándékod? Egy dolgom van, készen lenni. Mint a parabolabeli szolga, a gazda elment otthonról, és ő jó sáfárként, és ő hűszolgaként mindent napra készen elintézett, aludt nyugodtan, várta az urát. Csendesen készen lenni, ha megjön, én legyek kész. Dolgaim elrendezve, ha lehet, legyek készen. Mikor jön, közelebb van, én nem tudom, egy dolgot tudok, mai igény szavát, az öreg Pál írja fogságából, házi őrzetéből, az Úr közel. Ezt tudom. Ezt naponta érzem, ezzel szembesülök, hogy az Úr közel, nem távol, nem a felhők felett, néz ránk szánakozva emberiségre, nem. Itt van egészen közel. Nem mellettem, hanem bennem. Ennyire közel. Bennem ott van egyértelműen az Úr. Ki mondja ezt? Olyan valaki mondja, aki éppen fogságban van, helyhez kötött. Milyen adventje lehetett Pál apostolnak is? Biztos negatív, mondhatnánk. Tele bajra zakol is. Ő is beteg, betegtestű ember, komolyan beteg ember. És nem panaszkodik, mert nem magával foglalkozik, ezért van neki adventje, és körülötte másoknak is. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ne tapsikolj az Úrban mindenkor, nem ezt mondja. Nem az, hogy mindig mosolyog és derülj, nem ezt mondta, ilyen nincs. Örülj, más szóval, élj olyan felfogás szerint, hogy tudod, történjék bármi, ő itt van egészen közel. Ezért örülj, ha kell könnyek közt, ha kell megrendülten, gondok közt, bajban, nyomorúságban egyértelműen, örüljetek az Úrban mindenkor, mert az Úr közel. Ezt hagyta ránk. Hogy Jézus jön-e, közelesen jön-e, nem tudom, nem is tudhatom. Jelek vannak, vegyük komolyan. Komoly jelek vannak, hogy jön Jézus, vegyük komolyan, testvérek. De ez biztos. Ez nem jövendő, ez jelen kérdése, első húsvét óta, a pünkösd óta, hogy az Úr közel, egészen közel. Csendben kérem a testvéreket, ha gondolják, ez igét vigyék el magukkal. Előttünk álló hétre,
karácsonyi ünnepekre. Filippi 4:4, az Úr közel, nem távol. 5. hullám jön Dél-Afrikából, az Úr mégis közel. Annyi és annyi gondom van, nem vártan, az Úr közel. Legrosszabb a tehetetlenség érzése, úgy tenném és nem tehetem, az Úr mégis közel. Szeretném folytatni a sort. Annyi és annyi nehézség, baj, amely adventet vagy teljes mértékben lerombolná bennem, hangulatomban, annyi és annyi fájdalom. És nem rombolja le, mert van egy csendes kis mondatocska, pár szó az egész, az Úr közel. Vigyük el. Kívánom, éljük át csendesen. Ha nem éljük is át, mert valaki mondja azt, hogy én nem érzem, hogy közel lenne, úgy nem érzem valahogy. Ne érezzem. Merjem hinni. Ehhez kell igazán hit, hinni, hogy az Úr nem távol van, nem történelmi távlat, nem egy hősi halott annak idején, nem egy nagy népvezér annak idején. A torinói lepelnek a tulajdonosa, arcmása nem, hanem hatalmas, élő Úr. Vigyük el. Legyen mai evangélium, advent első vasárnapján, karácsonyi ünnepekre is. Az Úr közel. Az Úr közel. Az Úr asztalát megterítettük tehát, testvérek, és így mondom, mindenkit nagyon jó szívvel hívunk és várunk. Vigyázunk egymásra is, kellő távolságot tartva. Igyekszünk kesztyűvel osztani a kenyhet, ha lehet, akár maszkban is, egymást meg ne fertőző semmiképpen sem. De adventi csendes örömmel hívogat bennünket az Úr magához. Közel van. Jegyekben is, kenyérben és a borban, szívünkben is. Erre készülve énekeljük szép skandináv énekünket, a 464. éneket. Jöjj, Királyom Jézusom, 464.
Fohászkodjunk. Immanuel Isten, ki velünk voltál egész évben, elválaszthatatlan közösségben. Légy velünk most is e szent vendégségben, mert várunk rád, Krisztusunk. Ki voltál, ki vagy, s ki eljössz újra, hogy Úr legyél mindenütt és mindenekben. Légy áldott, megmentő Isten. Ámen. Hallgassuk meg, testvérek, mi módon szerezte Jézus az úri szent vacsorát, melyet legbővebben Pál apostol írt meg az első korintusi levélben, a 11. rész 23. és azt követő verseiben. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Katolikus testvéreink így nevezik: eukarisztia. Ez a görög szó hálaadást jelent. Hálásak lehetünk azért, hogy Jézus közel jött, ennyire közel jött, hogy belépett az ember létbe, az örökké való a mulandóságba, a törhetetlen a törékenységbe, és kész volt meghalni értünk, hogy mi élhessünk. Annyira közel jött hozzánk, és annyira közel akar lenni hozzánk, amennyire az ajkunkhoz emelt kenyér és bor, mely vérré, életté válik bennünk. Így akar ő is éltetni, megmenteni és megtartani bennünket. Szent ez a találkozás, és hogy magunkat is megtisztítva, megszentelve járulhassunk ehhez az örömteli közösséghez. Ezért hajtsuk meg fejünket, és próbáljuk meg magunkat imádságban, bűnbánatot tartva. Csak nálad csendesül el lelkem, Istenem, tőled kapok segítséget. Csak te vagy én kősziklám és szabadítóm, erős váram, ezért nem ingadozom sokáig. Törékeny az élet, s az ember mulandó, de te megmentesz, örökkévaló. Az emberek elhagyhatnak, Uram, de te velem vagy, akkor is, ha nem érzem, szereteted oltalmaz engem. S ha rám is nehezedik kezed, szívem mélyébe akarod írni törvényedet. Bár lenne mindenkor iránytűm a szeretet, mikor szólok, gondolok, vagy véghez viszek bármiféle cselekedetet, s milyen sokszor hajt keserűség, indulat, szomorúság, s olykor valami rémisztő üresség. Töltsd be szívem, mennyei fenség, ragyogó világosság, megmentő fényesség. Oszlasd el bennem mindazt, ami gyarló, mulandó, sötét és hiába való. S ha vétkezek is, mutasd meg, csak el ne hagyj, világosságom, életem, igazságom, utam, békességem. Jelenléted mentse meg az életem, légy és maradj velem mindig, szabadító kegyelem. Ámen. Urunk, hallotta a mi bűnvallásunkat, tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Testvérek, feleljünk még néhány kérdésre, hitünk és lelkiismeretünk szerint hallható szóval. Hisszük-e, valljuk-e, hogy Urunktól távol életünk bűnös, nyomorult és elveszett, s nem várhat rá más, csak büntetés és ítélet? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hisszük-e, valljuk-e, hogy Isten eljött a világba, hogy velünk legyen és velünk is van, hogy a bűn halálos sötétsége helyett a megváltó Isten világossága ragyogja be életünket? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Hisszük-e, valljuk-e, hogy Jézus ismét eljön, hogy népével legyen, s hogy minden benne hívőt, ki él azon a napon, s akit már magához vehet, hogy az örökké valóságban vele legyen? Ha igen, feleljük, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén ígérjük-e, fogadjuk-e, hogy vele való közösségben egész életünket az ő dicsőségére, embertársaink örömére igyekszünk élni. Ha igen, feleljük, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, Jézusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk kegyelmes szeretetéből mindazoknak, kik tőle hittel kérik és alázatos szívvel elfogadják. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! S ha méltóképpen előkészítettük magunkat, akár itt, az Úr házában, akár otthonainkban, legyünk vele közösségben, járuljunk a kegyelem királyi asztalához. Ahogyan hallottuk is, felekezeti hovatartozástól függetlenül várunk mindenkit, hiszen akit ő hív, az jöhet bátran, az ő szabadítása mindnyájunké. Az úrvacsora vétele alatt énekeljünk 460. 461. és majd ugorva 467. dicséretünket, ha eljutunk odáig, és de jó lenne eljutni odáig, amikor már azt énekeljük az úrvacsorában. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy, de kezdjük, amint vagyok, 460. dicséretünkkel.
Testvérek, íme így szerezte az Úr Jézus az úri szent vacsorát, és hagyta örökségül 2000 kereszténységének, hogy legyen jele a szabadításnak, és emlékeztetője a szüntelen, örvendező keresztény várakozásnak. Ezért éltünk ma is az úrvacsorával 2021 adventjének kezdetén. Biztassanak bennünket az apostol szavai, és legyenek számunkra útmutatássá Róma 13:8-14. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint mikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik tisztességben éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, mint bűnös kívánságok ébredjenek benne. Adjon erőt az Úr ehhez az úthoz, könyörögjünk, adjunk hálát, imádkozzunk. Urunk, valóban szeretnénk, hogy ez az adventi idő az öröm ideje legyen. Nem feltétlenül a nevetésé, mikor a fájdalom, a bezártság, a veszteség könnyeket indít el a szemünkből, de azért az elveszíthetetlen örömé, hogy várhatunk téged, megváltunk, szabadítunk, győztes Krisztusunk. Téged, aki körülveszel bennünket, magadhoz ölelsz, velünk vagy, köztünk vagy, bennünk vagy, és a te szentséged, örömöd, békességed és bölcsességed így töltheti be az életünket. Urunk, mi bármennyire is szeretnénk változni, fejlődni vagy megjavulni, olyan nehéz, olyan reménytelen harc. De te, ahogy mondta egykor a leprás, és mondjuk mi is, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Köszönöm, hogy akarod, köszönöm, hogy megtisztítasz. Legyen áldott a te neved, aki megvigasztalsz, aki megerősítesz, aki megmentesz, aki eljöttél, és aki eljövendő vagy. Várunk téged, Urunk Jézus. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és hallgassuk a hirdetéseket.
Áldassék Isten, adventért megérhettük, együtt lehetünk. Hát én hitetlen vagyok, úgy néz ki, vagy legalábbis nagyon gyenge hitem van. Ennyien leszünk, nem mertem gondolni. Dicsőség Istennek. Ennyien vagyunk, ennyien lehettünk. Többen is vagyunk, de most itt ennyien lehettünk. Áldassék Isten. Hirdetem, ha Isten megsegít bennünket, holnap, hétfő este a szobában tartunk bibliaórát, jó szívvel hívunk és várunk többeket is. Szerda este 6 órakor esti állítatot, várjuk a gyülekezetet. Még tartjuk a hittanóráinkat pénteken is. 3 is van pénteken, plusz konfirmációi előkészítő 3 órai kezdettel. Még mindig nem késő bekapcsolódni. Konfirmációs órában van lehetőség, várva ifjaink jövetelét. Délután pedig 4:30-tól ifjúsági órákat tartunk 2 korosztály számára. Vasárnaponként megkezdtük a gyermekfoglalkozást. A szobában van gyermekmegőrző, a tévén keresztül lehet látni az alkalmat, hallani is, és a másik szobában pedig gyermekekkel foglalkozunk. Szeretnénk 2 csoportban foglalkozni, 2 korosztály szerint egyértelműen. Immanuel év, kezdtük januárban, velünk az Isten, mert gyülekezetünk 100 éves. Születésnapunkat szoktuk ünnepelni advent második vasárnapján. Mához egy hétre csendes ünnepséget szeretnénk tartani, erre emlékezendő. Jövő vasárnap, tehát 5-én. Igét hirdet Balogh Zoltán püspök, Zsirat lelkészi elnöke, és megemlékezünk a gyülekezet 100 éves múltjáról, eseményeiről. Szerettünk volna nem rogyrázó, de nagyon szabású ünnepét tartani. Nem lehet, Covid miatt vigyázni kell, nem lehet, de is megtartanánk. Tehát jövő vasárnapra várunk minden presbitert, pótpresbitert, szeretteiket ide a templomba, egy közös ünnepére, Balogh Zoltán püspök értésével és megemlékezéssel. Vannak szép terveink, voltak szép terveink, szeretnénk megoldani. Sikerül-e? Majd meglátjuk. Mondta egyszer valaki bölcsen, hogy ez a bizonyos centenáriumi év, ez egy év. Nem egy nap, ez egy év. Ha Isten segít, szeretnénk ezt majd tavasszal méltóképpen megtartani és megünnepelni. Nagy tervünk volt, amit vérző szívvel le kellett fújnunk, beszélve karnagyunkkal, gondnok úrral, a Mához 2 értelevű hangversenyünket, Hendel Messiás szívű oratóriumának több kórustételét, szólótételét, neves szolistákkal, világhírű zenekarral le kell fújnunk. Covid miatt nem lehetséges, most megtartanunk. Nem hagyjuk el, csak szeretnénk áttenni tavaszra egy nyugodtabb időszakra. Testvérek, ha valakinek ismeretségében van fényképész, profi fényképész, és aki mozgatható, szívesen vennénk, szeretnénk készíteni egy tablót. 100 éves alkalommal itt szolgáló presbitériumról és munkatársainkról, aki ezt vállalná, egy fotós, egy fényképész, tablókészítő, mint a diákoknak évvégén az érettségi után szívesen vennénk. Tetszenek ilyet tudni, tessenek szólni, és intézkednénk. Legyen mindenki rajta emléként utókor számára is. Az elmúlt hetekben felhívást tettünk közzé, áldott felhívást kárpátaljai gyerekek megsegítését célzó adományunkat. Örömmel hirdetem, adtak eszembe Marika most nemrég, gyülekezetünk 294 ezer forinttal járult hozzá, 294 ezer forinttal. Áldassék Isten! Ez azt jelenti, hogy 7-es gyermek évi támogatását jelenti mindez. 7 gyermek támogatását. Köszönjük! Ez egy folyamat, ne záruljon le, segítsünk a rászorulókon. Nagy öröm adni akkor, amikor van miből talán, és van kinek, aki valóban rászorult. Még egyszer adományt köszönjük szépen. Ez egy végtelen prózai kérdés. Ha valakinek van ismeretsége szállodát illetően, vagy bármilyen vendéglátó helyiséget illetően,
ahol van talán olyan ágynemű, amely még jókarban van, de kiselejtezni készülnek, szívesen vennénk és jutatnánk akár a királyágó melléki egyházkerületbe, ők kérték mindezt. Ott is rengeteg otthon van, gyermekotthon, öreg otthon, csecsemő otthon, azoknak a céljaira. Tehát bárki tudna ilyet, hogy valamely intézmény ágyneműt selejtezne, de még jókarban van, tessenek szólni, és mi szívesen vennénk, és továbbítanánk mindezt. Van-e még hirdetni való valakinek? Van-e gondolata hirdetni valója? Ha elmondtam mindent, büszke vagyok magamra, és énekeljük a megszokott, évek óta megszokott, évtizedek óta megszokott adventi záróénekünket, 367. éneket, első három versével helyünkön maradva, zárót pedig majd fennállva, 367. éneket.
Zárjuk ünnepi Isten tiszteletünket, nemzeti imádságunk a himnusz elimádkozásával. Vegyük az áldást. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja népét minden bűnéből. Ámen. Kísérjen bennünket Isten áldása és az ő békessége, és ha tehetjük, találkozzunk egy hét múlva is. Áldás, békesség.